vendégem a Szatmári Múzeum igazgatója Cservenyák László. Szerbusz, üdvözlünk! Szia, szeretettel köszöntelek és a televízió nézőit is! Szóltunk már Tiszavasváriról, Nyíregyházáról, tudjuk, hogy lesz vásárosnaményban, és még ki tudja hány meg hány településen itt a megyében múzeumok éjszakája. Máté Szalkán is lesz ilyen rendezvény, hanyadik alkalommal. Hát szólhattatok mindenkiről, de akkor még nem mondhatok el mindent, hiszen Máté Szalka azért mindig felteszi a koronát. Na jó, van, nem akarom bántani a kollégákat. Hanyadik alkalommal, hát közel, én azt hiszem, hogy 15-16. Alkalommal, tehát kezdetektől fogva részt veszünk a múzeumok éjszakájának a szervezésében, és hát úgy tűnik, hogy óriási igény van rá, és hát most már látjuk azért országosan és a médiában is mindenütt szerepel, mindenki készül, és igazi kultusz alakult ki ennek, nem csak a múzeumok, hanem ugye a fürdők és színházak, mozik, kutatók és minden egyéb éjszakájának is. Ez nagyon jó, ezek a tematikus rendezvények, és nálunk is nagyon nagy tömeget mozgatnak évről évre, úgyhogy tavaly is több ezres tömeg volt. Tavaly előtt volt egy az a hatalmas vihar, amikor aztán porig zúzott mindent itt az észak-kelet-magyarországi részen, de hát az idén is nagyon, mi ettől nem tántorodunk el, várjuk a látogatókat. Az idén is nagyon jó műsor sorozattal, és hát bízunk benne, hogy az emberek be is jönnek. És nekem eddig nem is jutott eszembe, nem mondtam a műsor folyamán, és most, ahogy így a szavaidat hallottam, a minap olvastam, megvallom őszintén, nem tudom pontosan, hogy hol, hogy van egy ilyen országos pályázat, amire igenis bárki jelentkezhet, mini kisfilmeket lehet összevágni az adott település múzeumok éjszakájáról. És elég nagy a nyeremény, úgyhogy ha valakinek van egy kis amatőr kamerája, vagy fényképezőgépe, akkor szépen össze lehet foglalni, hogy mi történt mondjuk Máté Szalkán, és hogy mire lehet készülni, akkor halljunk szót, hogy mik lesznek ott. Minden korosztályt megszólítunk ilyenkor, minden társadalmi réteget. Hát éjszakára készülünk, mert korábban próbáltuk korábban nyitni 2 órakor, de valójában még nincs. Tehát valójában az éjszakáról szól. Tehát 5 órakor nyitjuk a kapuinkat. Kisgyerekekre számítunk, akik már a délután fölébredtek. Ákumbákumbám színházzal kezdünk, hiszen nagyon sok kisgyerekes család, anyukák jönnek, nagyon öröm látni a sok csillogó szemet. Tehát az Ákumbákumnak, nem is tudom, talán a csizmás kandúrt adják elő, tavaly megzavart őket az eső. Aztán azt követően Tom Peti és barátai, akik már egy nagyobb korosztálynak zenés ugye, gyerekműsorral még szintén. Azt követően adunk azért a néprajztudománynak, a Sipos Eszternek a kiállítását, most nagy közönség előtt nyitjuk meg, amiről már beszéltünk nem is olyan régen, hát azóta is nagyon nagy sikere van, de még mindig szeretnénk, hogy ezt az óriási anyagot minél többen lássák. A Szatmár Tánc Együttes és a Göric Együttesnek a közreműködésével most egy még nagyobb megnyitót tartunk 7:30-kor a nagy színpadon, majd azt követően egy stand-up comedy, Orosz Gyurinak a Sóder klubos, Orosz Gyurinak a stand-up előadása lesz majd, akinek Máté Szalkai vonatkozása van, az élettárs vagy párja Máté Szalkai, úgyhogy hazacsalogattuk. Már bocsánat, hogy megállítalak, csak most tűnt fel igazán, hogy a nyíregyházi, illetve talán a tiszavasvári rendezvénynél is, és itt Máté Szalkán is lesznek stand-uposok, hogy ez ilyen kötelező elem, vagy nem. Ennyire divat lett? Divat lett, én nem is tudtam, hogy náluk is lesz. Úgy érzem, hogy igény van rá, és az a műfaj. Aztán, hogy tehát megint egy másik réteget szólítunk meg ezzel. A fiatalokat, vagy azt a korosztályt, akinek tetszik ez. Aztán azt követően egy kis latin dance stúdiónak latin táncok, majd pedig ösztánc, elég komoly szalsza és latin tánc kultúra van Máté Szalkán a környéken, több százan táncolnak. Aztán egy ösztáncot is, egy közönségtánc is belefér ebbe. Aztán 8 órát egy együttesnek, Cover Me együttesnek a koncertje, ami felvezeti a fő sztárvendéget. Csubot Adél lesz 9 órától a sztárvendégünk, aki megint közeli, mondhatjuk, hogy a miénk is, a Párciumból, nagykárolyi születésű, úgyhogy tőlünk alig 20 kilométerre született, de hát bízunk benne, hogy az a swing stílus, amit ő játszik, az megint azt a korosztályt célozzuk meg vele, azt a 30-as, 40-es, 50-es korosztályt, majd utána ugye besötétedik, 4:10 körül sötétedik ilyenkor, és a koncert végén gyújtjuk meg a Szent Iváni tüzeket, aztán tűztánccal, tűzugrással, megint ösztánccal, akkor néptánccal. Akkor lényegében itt mondhatni, hogy 2 rendezvényt így összehoztatok. A Szent Iváninél amúgy van valami bevált forgatókönyv, vagy... Hát valójában a Szent Ivánihez kapcsolódik a múzeumok éjszakája, csak mindig ugye az 24-e, akkor mindig a hozzá közelebb eső hétvégén kerül megrendezésre, és hát persze, hát ugye aki ilyenkor átugor a tüzet, ugye a szerelmes párok és minden, mindig ugye, hát miért gyújtották a tüzeket? Ugye ez volt a
leghosszabb nap, ugye a Mitrásznak, a Napistennek hódoltak ezáltal, tehát igyekeztek még inkább meghosszabbítani a Sol Solventis győzedelmeskedő napot a Szent Ivánéi tüzekkel, és ez rendkívül szimbolikus jelentőség, úgyhogy nálunk is nagyon gyakorlatilag ugorják a fiatalok a tüzeket, ahogy csak szeretik a szerelmesek, igazából úgyhogy nagyon izgalmas az éjszaka, aztán különböző gyógyhőveket szórunk ilyenkor a tűzbe, ugye, hogy mágia erejével azért még inkább összekössük ezeket a szerelmi szálakat. Aztán újabb két zenekar, rock, illetve jazz zenekarok közreműködésével. Aztán persze gasztronómia, aztán még egy kiállítás a téli kertünkben, egy festménykiállítás, illetve különböző japán ékszerekből egy kiállítás, aztán makett kiállítás, aztán nem is tudom, ja igen, egészségügyi szűrés, amit a megyei kórháznak a jóvoltából nagyon örülök, hiszen ezek nagyon gyakoriak, illetve nagyon népszerűek ezek a szűrőprogramok. Aztán főtámogatónkról beszélhetek, az a, nem mondjuk el, egyik bank, aki a főtámogatója a rendezvénynek, úgyhogy nekik is programjaikkal. Uh-huh. Aztán makett kiállítás, egy vak néptáncos, aki egyetlen néptáncos, aki vakon táncol most is, egy nagy ecsedi fiatalember. Tudjuk nevesíteni? Mert nem hallottam még róla. Igen. Puskázni tudsz, vagy igen. Tudod fejből? Hogyne. Kovács István, aki néptáncol, és ő ugyanakkor vakon fantasztikus maketteket is épít, karikásos dolgokat fon. Aztán persze a gasztronómia sem maradhat el, a szokásos, ugye a kürüskás lángos. Aztán a Nyírsai Lapcsánka Fesztivál, ugye nem sokára szintén augusztus első vasárnapján már Nyírsaholyban, ahol én is lakom jelenleg is. Ugye a Lapcsánka Fesztivál egyik legsikeresebb fesztivál, közel 10 000 vendéget várunk az idén is erre a fesztiválra. És hát Nyírsai asszonyok, ők szeretnének lapcsánkát sütni, ami rendkívül népszerű. Aztán hát ugrálóvár is, minden egyéb, ami még kapcsolódott hozzá. Tehát én bízom benne, hogy mindent megtettünk azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat.